nézőink, folytatjuk műsorunkat. Most nem fogunk belpolitikával foglalkozni, hanem külpolitikával, mégpedig Gyarmati Istvánnal fogok beszélgetni. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Nagykövet, biztonságpolitikai szakértő. Voltál ugye az EBSZ-nél is, és azt szeretném megtudni, hogy mit gondolsz, lehet, hogy álnaívnak tűnik a kérdés, de nem az, mondjuk, hogy az olyan konfliktusokról, vagy olyan konfliktus helyzetekről, konfliktusos területekről, mint mondjuk az azeri örmény, a grúz oszét, ahol azért ezekben a konfliktusokban így vagy úgy az EBSZ-nek volt valamilyen közvetítő szerepe, mennyire lehet ezeket rendezni, vagy egyáltalán előfordulhat az, hogy a szándéknak meg kell lennie? Két dolgot kell ebben előjáróban kijelenteni. Az egyik az, hogy a nemzetközi szervezeteknek nagyon sok fontos szerepe van a nemzetközi életben. Az egyik az, hogy legyen kit vádolni a hiba miatt, a kudarc miatt. Mert ugye ők a scapegoat, akit ugyanazok az államok vádolnak tehetetlenségen, akik miatt nem tudnak előre haladni, de hát ez egy nagyon jó dolog, rájuk lehet tolni. Ugye minden nemzetközi szervezet, az ENSZ-től az Európai Unióig és az EBSZ-től a NATO-ig eljátsza ezt a szerepet. És ez most nem viccesen mondom, ugye az államoknak szüksége van arra, hogy nem mindig látszódjon az, hogy ők a hibásak. Ugye különösen, második felelet, ugye különösen olyan helyzetekben, amikor ilyen konfliktusos helyzetek vannak, és bizonyos államok, hogy ott állnak a konfliktusban résztvevő felek mögött, és szítják a konfliktust igazából, vagy nem, hogy csitítanák. Persze igazából ugye megoldani a konfliktusokat mindig akkor lehet, hogyha a résztvevő kettő vagy több fél ezt akarja legalábbis. Tehát ha meg tudod győzni őket, hogy a konfliktusnak a valamilyen fajta kompromisszumos megoldása nekik jobb, mind a kettőnek jobb, mint az a helyzet, ami van. De nagyon sokszor ez nem így van egyébként. De tényleg erre volna kíváncsi, hogy milyen példa van arra, amikor nem jó a kompromisszum. Ugye, hát jó, csak nekik nem jó. Ugye most például szerintem az ukrán-orosz konfliktusban az oroszoknak nagyon, az ukránoknak meg kevésbé, de még mindig ez a legjobb helyzet, ami van. Ugye az oroszoknak azért, mert hát különösebb nagy problémák nélkül egyrészt visszakapták a Krímet, most ezt majd meglátjuk, hogy 30 év múlva mi lesz ott, de egyelőre visszakapták, és anélkül, hogy különösebb erőfeszítéseket kéne nekik tenniük, de megakadályozzák gyakorlatilag Ukrajna, NATO és Európai Uniós tagságát. Ugye nekik ez a fő cél. Ők nem elfogni akarják Ukrajnát. Ukrajnának meg az a jó ebben a konfliktusban, hogy mindazt, amit nem csinál belső reformok ügyében, azt még rá lehet, mert rá is mondhatjuk, hogy nem teljesen ok nélkül, de mutogatni lehet, hogy azért, mert az oroszok minket most is, hát háborúban azért nem lehet reformokat csinálni, és így tovább. De ugye van olyan, amikor nem jobb a konfliktus fönntartása, de lehetetlen a megoldása. Ugye az azeri örmény konfliktus erre egy példa, amikor, jól emlékszem, Bill Clintonnak a közvetítésével gyakorlatilag a két elnök kidolgozott és aláírt, kvázi parafált egy megállapodást. És akkor, mikor hazamentek, akkor rádöbbentek, hogy nem írhatják ezt alá, mert elsöpri őket a népharag. Tehát rájöttek arra, hogy jobb lenne megoldani, de azt is gondolták, és azt hiszem, hogy egyébként nem alaptalanul, hogy tulajdonképpen ebbe belebuknának. És egy ilyen típusú konfliktus, az akkor a jelen állapot szerint ki lehet mondani, hogy akár örök időn át fönn fog maradni? Hát örök, attól függ, jó, mi az örök, igen. Nagyjából. Meg lehet mondjuk ember számára az örök, aminek nem éri meg a végét, ilyen értelemben igen. Tudja, az azeri örmény konfliktus, csak ez a konkrét konfliktus már 89 óta tart, az azeri örmény konfliktus meg már nagyon régen. Az, hogy mondjuk Putyin egyébként megpróbálja, hát nem is a régi Szovjetunió, de mondjuk a független államok közösségét újraéleszteni, vagy valamilyen hasonlót létrehozni Oroszország köré, az jelentheti azt, hogy akár ő tudna, akár befolyás gyakorolni arra, hogy akkor most
gyerekek, mind a kettőtöknek jobb az, ha most egy kicsit nyugi van. Igen, persze, ez így van. Ugye hát ez a háború, örmény-azeri háború legutóbb is nagyjából azért csitult el, mert az oroszok mondták, hogy akkor most egy kicsit, ugye ők mind a kettővel jobban szeretnének lenni, különösen akkor, amikor ez a konfliktus kitört, ugye Azerbajdzsán nagyon erőteljesen orientálódott előtte a nyugat felé, főleg Törökország felé, tegyük hozzá Izrael felé is, ami persze érdekes, hogy Törökország és Izrael vidáman együtt tud működni valahol, amikor különben meg állandóan kígyót békát kiabálnak. Azt akartam mondani, hogy egymásra, de nem egymásra, hanem a törökök az Izraelre. Ugye Örményországban meg jelen van Oroszország katonai erővel is, de hát ott éppen egy reformerebb kormányzat jutott hatalomra, és hát feltétlenül az oroszok meg akarták mutatni, hogy azért kicsit vannak határok a reformokban is. Egyébként ugye Putyin nem buta ember. Tehát az, hogy ő mint orosz nacionalista vagy hazafi tulajdonképpen ki akarja terjeszteni az orosz befolyási övezetet a volt Szovjetunióra, mínusz balti államok, plusz Szíria és itt tovább. Ugye az ő szempontjából, az ő logikája szerint nem egy logikátlan dolog. Az egy más dolog, hogy hosszú távon túl sokba kerül és sem fog sikerülni. De momentán azt látjuk, hogy ér el, ha nem is óriási nagy sikereket, de kisebb sikereket. Az ő szempontjából, meg ugye, amit az előbb mondtunk, az az örök siker, ami az ő elnöksége meg élete alatt még siker. Visszatérve ugye az azeri-örmény konfliktusra, ugye Azerbajdzsának sokkal jobb helyzete van, mert jelentősen jobban áll. Anyagilag. Igen. Szóval igen jó helyzetben van, de mondjuk nézzük meg a grúz helyzetet is. Tehát Grúzia, hát ott nem tudom. Tehát ott mint a kicsit kaotikus lenne a helyzet, és ez pont kihozható, ugye, amikor a grúzok szét, vagy akár a grúz-orosz konfliktusra, és ott is vannak nézete különbségek. Igen, Grúzia szerintem már elnézést kérek, mindig is kaotikus egy kicsit, ők, az a kedves bennük, meg a szórakoztató, hogy egy kicsit ilyen kaotikusak. Ugye volt egy időszak, Szakasvili, akkor grúz elnök uralkodásának első időszakában, amikor Grúzia nagyon-nagyon sokat fejlődött és haladt előre, főleg a gazdasági versenyképesség, meg a rendcsinálás útján. Voltak nyitások az európai világ felé. Abszolút, igen. Tehát ugye Szakasvili demokratikusan indult, utána egyre kevésbé lett demokratikus, ugye ebbe aztán bele is bukott, de hát az, hogy az ő idejében Grúzia a világ egyik legkedvezőbb feltételeket nyújtó országa volt a befektetéseknek például, meg ugye rendbe hozta a közbiztonságot is nagyon nagy mértékben. Ugye amikor én Grúziában voltam Ebesz misszió vezető, akkor egyszer megkérdeztem a Sevárnadze akkori elnököt, hogy hogyan lehet megkülönböztetni, mikor én megyek az úton, hogy aki meg akar állítani, az rendőr vagy bűnöző, és mondtam Sevárnadze szokásos humorával, az volt a válasz, hogy ha én azt tudnám. Ugye ezt Szakasvili megszüntette, tehát ő a világon egyedülálló módon minden rendőrt kirúgott ebből az autópálya vagy autórendőrségből, amit mindenki ismerünk, aki Szovjetunióban járt, ugye mindenkit kirúgott, és akkor utána megszűrve vette vissza az embereket, szóval egy csomó dolgot elért, aztán utána őt elérte a sikeres politikusok egy jó részének a sorsa, hogy azt gondolta, hogy ő mindent, neki mindent lehet. Melyek azok a konfliktusos területek, ahol mondjuk az Ebesznek most jelen pillanatban lehet szerepe, vagy egyáltalán föl tud lépni? Hát elsősorban Ukrajna, Kelet-Ukrajna, ahol egy nagy méretű, a legnagyobb méretű Ebesz misszió van. De hát van Ebesz misszió, ugye elméletileg a nem létező béketárgyalások Örményország és Azerbajdzsán között is az Ebesz égisze alatt zajlanak. Ott van Grúziában is, Moldovában, nem láthatóan, vagy nem nagyon láthatóan, de elég jelentős és talán pozitív szerepet is játszik. Hát azt a szerepet, amit
amit szeretnénk látni, hogy segít megoldani a konfliktust, nem nagy játszer, mert nincs kinek segíteni, mert hogy a konfliktusban résztvevő felek ezt nem nagyon akarják. És tényleg ez a Moldova, ez is egy olyan területe Európának, ami különösen érdekes tud lenni. Ott is mindenféle lépek ugranak egymásnak, vagy próbálnak egymás mellett élni. Jól mondom? Hát igen, ugye alapvetően ott egy ilyen román eredetű, de moldáv, az én azt gondolom, hogy most már külön nép van többségben. Oroszok vannak még, ukránok vannak még egy-két más nép is, igen. De hát ugye Moldova most ennek kiabáljuk, itt lekapogjuk, hogy most az utóbbi időben, az utolsó választások során az elég egyértelmű irányt vett, és valamiért az oroszok egyelőre nem avatkoztak bele úgy, ahogy szoktak korábban. És a románok sem akarnak egyelőre semmit sem csinálni? Hát nem, egyelőre legalábbis nagyon ritkán mondják el. Miből? Hát szeretnék, de hát kicsit problematikus lenne. Ráadásul ugye, ha Nyugat-Németországnak nagyon nagy problémát okozott, Kelet-Németországnak az integrálása még mindig problémát okoz. Sokba került ugye hát Romániának, Moldovát integrálni, ezek az analógiának az alapján, az egy kés csőd. És ma mondjuk lennél szívesen EBSZ misszióvezető? 2021-et írunk, 20 évvel vagy fiatalabb, 25 évvel vagy fiatalabb. Akkor igen. Persze, még ha 15-tel lennék fiatalabb, akkor is. Ma már egy kicsit úgy kényelmesedik az ember, és szerintem ez helyes is, mert tehát azért így 70 fölött napi 14-16 órákban dolgozni, az nem egészséges. Hát ez így igaz. És hol lennél tényleg most jelen pillanatban, Isten igazából misszióvezető? Hát Grúzia és Moldova nekem a kedvenceim egyébként ebben a térségben. Ott azt gondolom, hogy az egy nagyon érdekes, de nagyon tehetséges misszióvezetők vannak, úgyhogy tulajdonképpen nem rajtuk múlik. Jó, kicsit megnéztük ezt a környéket, és inkább azt kívánom neked, hogy nem misszióvezető legyél, hanem legyél nagypapa, kutyázzál, unokázzál, sétálj sokat, és lovagolj időnként. Ez sokkal fontosabb. Lovagokat inkább nézem most már. Az is tökéletes. És oldják meg a többiek ezeket a konfliktusos helyzeteket. Nagyon jó, nagyon örülnék, ha megérném, hogy ezek megoldódnak. Ugye, de hát most azt látjuk, hogy például a Balkánon ott élesedik a helyzet ismét, például Bosznia-Hercegovinában, Koszovóban, de hát vannak ott tehetséges emberek, ugye csak azért hadd mondjuk el a reklám kedvéért, hogy Koszovóban tegnap óta magyar katona tábornok, a koszovói KFOR-nak a parancsnoka, és ez nekem különösen kedves, mert beosztottam volt főhadnagy korában az úr, és azóta is figyelem, és barátok vagyunk, és egy kitűnő ember, tehát most ez a megfelelő ember a megfelelő helyre. Jó, és a megfelelő ember a megfelelő helyen ül mellettem is. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm.